A szakírói kurzus célcsoportja a Magyarországi Felsőoktatási Intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban álló diákok. A kurzus célja, hogy a tolforgató hajlamú jelentkezők belülről szemlélve ismerkedjenek meg azzal a közeggel, amelyről majd tudósítanak és véleményt formálnak a médiában. Bepillantást nyerjenek a színház és cirkusz munkájába, az előkészületi és a próba folyamatokba. A program keretében kiemelt figyelem irányul a határainkon kívül dolgozó magyar társulatok alkotásaira, az előadás néző turnékra, fesztiválokra. Elméleti és stílusgyakorlati képzésen vesznek részt a kiválasztott jelentkezők az Országos Színháztörténeti Múzeum intézetében. Lehetőségük nyílik a vidéki és határon túli színházok közös látogatására. Szemléző, elemző értékelő, kritikai publicisztikát, művészportrékat, interjúkat érhatnak. A színházi és cirkuszi próbákról, az előadásokról, képriportokat, videóklippeket és egyéb audiovizuális sajtótermékeket készíthetnek. A kurzus végén a legjobb írásokat a Petőfi irodalmi ügynökség nyomtatott vagy online kiadványaiban megjelentetheti. A program eredményes teljesítését követően ajánló igazolást állítanak ki. A pandémiára tekintettel az elméleti képzés online formában való megvalósításának feltételei biztosítottak. A programban résztvevők várható létszáma 10 fő. A kiválasztott jelentkezők a program ideje alatt havi bruttó 300 ezer forint ösztöndényben részesülnek, amennyiben eleget tesznek a felhívásban és a velük kötött szerződésben foglalt kötelezettségeiknek.